Na szevasztok, srácok, folytatjuk a Bloodborne PSX-et, ugyanis kíváncsi vagyok a következő boss harcra is, úgyhogy induljunk meg Gascoigne papi irányába, és hát melyik lámpához kéne elmenni, mondjuk oda, ahol a Cleric Beast volt, és onnan kéne megkeresni a csatornába vezető utat, ami hát szerintem én le fogok ugrálni. Szerintem. De mindjárt megnézzük egyébként, hogy milyen lehetőségeink vannak itt a PS1 kiadásban. Itt most kimegyünk szépen a boss arénából, mert az eredetiben itt balra le lehet potyogni. Ó, nézd már. Őt. Ha megölnek a varjak. Igen, se kezdtük a videót, de már majdnem meghalok. Hajnem meghaltam a varjaktól. Lehet, hogy inkább azokkal kéne kezdeni, nem pedig a nagymelákkal. Na, szóval, varjuk! Úristen! Fejezd már be! Várjál, van még? Fejezd már be, madár! Madár! Ez hülye. Szóval, nem itt kell lepotyogni. Hanem... ott vannak a farkaskomák, hanem itt erre. Uhi! Megyünk erre, mert le lehet potyogni. Az eredetiben erre elmegyünk a kutyák felé, majd a csatornába. Na figyelj már, én itt már voltam. Ezt tudom, hogy hol van, és rohadtul nem látok semmit. Hogy kell egy fákja a kezembe. Itt van egy ilyen ajtó. Kár, hogy itt ez picit át van így alakítva. Picit nehezebb lesz így tájékozódni. De jó felé vagyunk. Fejezd be, kutya. Oké, ide akartam jönni. Talán... Jézusom, kijött az egyik. Na, meg elvileg itt is van egy. Aha. Jó. Ez jöhet. Na, akkor haladunk szépen tovább. Figyelj, már itt is van egy ajtó. Ez nyitva van vajon? Nem, ez zárva van. Jó, megyünk. Csokolom, kutya! És... jó. Nem adott semmilyen életjelet magáról ott a benti hölgy. A PS4-esben lehet vele beszélni, és hogyha már eljutottunk... hova? Old Yharnamba? Talán. Nem tudom most így hirtelen nézve, itt egy farkas van! Hát itt eredetileg nem egy ilyen farkas van, haló. Akkor el lehet oda küldeni biztonságban. Na, csatornák. Erre akartam jönni. Nézzük, hogy a Blood of Mercy... itt van-e? Aha. Hello. Oh. A hunter, are you? And an outsider. What a mess you've been caught up in. And tonight of all nights. Na most az a helyzet. Here. To welcome the new hunter. Hogy. Oddmantersheart, Mark, oké.
Az a helyzet, hogy én PS4-ben, vagy PS4-en ezt megöltem. Mert az ő fegyvere az nekem kell. Na most, hogyha én őt megölöm, nem tudom, hogy egyből megkapom-e a fegyverét, vagy... Mindjárt kiderítjük. Hát inkább egyből megöl. Hon van? Hol vagy? Ez hova lett? Te figyelj már, ez eltűnt, ez hova lett? Hol vagy, mondjad meg azonnal! Leesett. De meghalni nem halt meg, mert akkor kaptam volna érte... XP-t. És nem kaptunk érte semmit. Na mindegy, ez érdekes volt. De ha jól láttam, akkor azzal a fegyverrel kezdett el hadonászni. Csak hát jó lett volna, hogyha meg tudom ölni, és mondjuk ebbe a verzióban már használható lenne a fegyvere. Most itt valahogy úgy kéne leesni, hogy ne nagyon fájjon. Csak hát mivel nézek le? Jó, mondjuk ha ide leesek, ez annyira nem fáj. Gondolom. Na szóval, itt volt a farkaskoma. Ott van kettő olyan jóska. Őt láthatóan nem zavart, hogy a haverját megöltem. Halló? Te, neked nem itt kéne... Lenned! Meg itt is itt van egy farkas, de miért? Hát ez lement. Akkor jó utat lefelé. Figyelj, meg itt is van egy ajtó. De ez a másik oldalról nyílik. Jó, tettünk egy kört, ergo szétnéztünk. Na. Akkor most fogunk kimászni a csatornába. De lehet, hogy inkább a hídról kellett volna tovább egyenesen menni és lepotyogni. Mert arra van a ruha, ami nekem kellhet. Na mindegy most már, majd elmegyünk arra is. Meg itt nem kellett volna már, hogy rám támadjanak. Ez érdekes. Itt, ahogy kijövünk a PS4-esbe, itt már lőnek ránk a túloldalról. Ja, már ott vannak. Figyelj már. Az ott egy jelentebb van. Le kéne mennem hozzájuk valahogy. Nézzük meg, mi van akkor, ha ide ugrok a tetőre. Na, egy picit át van alakítva. Szétnézünk. Jó, hát akkor így le. A kurva élet, patkány! Tört szét. Jó, akkor ne. De eredetileg is ide jöttem volna a létráról, nem? Nem. És ide bejövünk.
A PS4-esben itt van pár patkány, meg az első Insight, illetve hát az egyik lehetséges Insight. Igen, patkány az van itt is. És itt is Insight van. Ez az! Mutatta a hősünk. Majd tovább ment. Jó. A malacka a csatornában. Ezt meg kéne seggezni. Aha, ide jöttem volna le. Mondjuk ez a kutya nem tudom, hogy mit keres itt. De itt van. Nem tudom, hogy miért. Picit meg vannak kavarva az ellenfelek. Olyan, mint hogyha ilyen randomized mod lenne benne. Na szóval, lefelé, fölfelé. Ha itt most felmegyek, akkor ott elvileg van pár varjú, meg egy insight, meg lesz egy shortcut is, ahol a zenedobozt lehet felvenni. Ha jól emlékszem. Szóval itt jobbra varjú, és ott az insight. Eltalálnám mondjuk. Igen. Tehát az insight az itt van. És van itt még varjú. És az insight is itt van. Ez az! Na, eddig egész jók vagyunk. Arra még nagy szükségem volt egyébként. Jó, akkor elvileg... Itt a shortcut. Akkor ott van a... Nesze! Kapta. Na. A zenedobozt meg kéne szerezni. Kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire lesz hatásos Gascoigne ellen. Azt majd pár szó elnyomjuk. De mielőtt bármit csinálunk, ezt az ajtót én kinyitom. Ez az. Aztán beszélünk veled. A zenét azért ne hagyd abba. Hát, ha elalszom. Spóroljunk meg egy kis időt. Anyád meghalt, apád ölte meg. Really? Oh, thank you. My mom wears a red jeweled brooch. It's so big and beautiful. You won't miss it. Oh, I mustn't forget. If you find my mom, give her this music box. Nem anyádnak fogom adni a music boxot, hanem Gascoigne papinál fogom használni. Jó. Tehát van egy shortcutunk. Marha jó. De én még mindig nem erre akarok menni. Ha azt akkor meg leesik a létrán. Akkor átmegyünk egy másik területre. Nov loading. Na, szóval. Most, hogy ez megvan. Tipik PS1 korszak, baszki. Átmész egyik területről a másikra, majd vissza. Visszaspawnol mindenki. Ez az Ultimate Bloodborne. Tehát nem kell, hogy meghalljál, vagy Hunter's Dreambe utazzál, meg semmi ilyesmi. Elég, hogyha átmész egyik területről a másikra, respawn. Kell egy kis hír. Figyelj már, és itt bent van valami.
Aha, egy új terület, ez hova visz? Hát új terület, az túlzás, de hova visz? Ott látok valamit a sötétben. Patkony! Aha. Hát ez érdekes. Na én az eredetiből ilyenre nem emlékszem. De most tudunk itt átmenni. Hello. Léci, ne ugorjál nekem. Kösz. Ó, valamit dobott. Dobor. Picsába. Jó, oda nem megyünk. Jó, te se adjál semmit. Minek az? Megint mehettem két irányba, amúgy. Mindegy. Ezt tudom, hogy hol van. Oké. Tehát van egy shortcutunk, még egy. Ez mit csinál? Semmi. Betörni nem lehet. Oké. Shortcut. Igazából a liftet kéne megtalálni. Annál jobb shortcut nem is kell. Figyelj, hajj már meg. Mondom, hajj már meg. Konkrétan leszart, hogy megütöttem. Ó, bazeg. Picsába. Hoppá, ez mérgezős. Ne, mérgezz meg. És azon gondolkodom, hogy mi van akkor, hogyha én ide leesek. Hogy onnan merre tudnék tovább menni. Nem látom sehova. A Zsák utca. Akkor ne essünk le. Ennyire egyszerű. Stamina nélkül mit érek én? Elfogyott. Jó, igazából vissza kéne menni a Hunter's Dreambe is nem sokára, mert ha nem is feltétlenül szintet lépni, de Bloodwire-t jó lenne vásárolni. Hello! Ez tudja, hogy nem nyílik. Kulcs! Hol? Ez egyébként marha jó, tehát így... Ehhez kulcs kell. Ez kulcs kell. Megvan ám variálva rendesen a játék. Jó, itt volt a kutya, akit nem értek, hogy mit keres itt. Itt volt a létra. Tehát erről jöttem. Akkor lehet, hogy mégis a izzik kellene nekem. A... másik bejárat a csatornába. Ó, annyira tudtam! Annyira tudtam, hogy le fog esni!
Valahogy éreztem, hogy amúgy nem. Nem fogsz oda a féltetőre ráesni. Zúgj el a mélybe, már inkább legyünk teljes életerőn, így. Hallod? Ez mekkora mocsok dolog már? Oda nem lehet felmenni. És feltételezem, ez nem Demon Souls, hogy ilyen magaslati helyekre így fellépjek. Tehát ez így ilyen akadály. Szia. Jó, akkor átjövünk erre az oldalra, és innen esünk le. Óvatosan. Úgy. Hát jó, az leesett. Én biztos, hogy nem megyek utána. Ezt nem lehet széttörni, de el tudunk menni mellette. Itt van shard, aminek már sok hasznát nem veszem, mert már twinkel. Jó. Jézusom, elkezdett rángatni a kamera. Valami idegbeteg. Kelj már fel a földről. Jó, hát akkor viszont az van, mert ott lebeg a gerenda, hogy vissza kell mennünk a hídra, ahonnan indultunk. Egyébként vettünk fel egy kalapot, egy ilyet. Figyelj már. És nem azért, de... Ez a kalappa több életünk van. Látjátok? Ezt a kalapot hordjuk. Inventory. Ezt szeretném elnyomni, hogy kell nyomni. Mindig elfelejtem egyébként, hogy hol van a gyors menü. Á, megvan. Itt a zenedoboz. Bullet transfer. Jó, és akkor Molotov koktél már nem kell. Jó. De várjál már, ez 4 darabos. Without losing, jó. Több nem is kell. Erre voltam kíváncsi, hogy a bladekókat elbukom-e. De ezek szerint nem. Hál' Istennek. Mondjuk ez az eredetiben is így volt. Jó. Szóval innen indultunk. Akkor nem a kutyák felé megyünk, hanem a csatornának a másik bejáratától. Az viszont el kell, hogy verekedjen magam két farkason. Nem lesz egyszerű. Főleg úgy, hogy még ezek is itt vannak. Hagyjál békén! Paraszt. Fejezd be a... Persze maradjál életben nulla AP-val. Ha kiírta volna a játék, hogy mennyi élete maradt, azt írta volna, hogy egy. De mutathattam volna így is, hogy egy. Na jó, ez fasza lesz, mert már jártam úgy ebben a verzióban, hogy a bladekóim így eltűntek. Hogy király lesz, hogy hát ez a 3000 plusz, ez így megint így rip. Végleg. Én nagyon remélem. Nem? Ő vette fel. Oké. Te! Te tényleg egy igazi troll vagy? Hagyjál már békén! Kurva életbe.
Pláne, hogy majdnem 4000 az a 3000 plusz. Na, szóval egy farkas. Két farkas, na gyere! Mi van ennyire veszett sok élete? Adjál Blood Vial-t! Kösz. Hát ez csodálatos volt. Oda, ugorje, úgy. Oda, boruljál föl. És adjál megint Blood Vial-t. Három darab, nagyon jó. Erre most szükségem volt. Jó, és akkor megyünk erre. Szóval majd meglátjuk. Ugye ebből a csatornából le lehet menni két irányból is. Az egyiket megnéztem, és hát úgy véltem felfedezni, hogy Zsák utca. Szóval. A másik irány pedig erre van. Itt van, ugye voltam már az előző videóban. Hopp. De nem potyogtam erre le. Ott az két itemet már felvettem. Ugye mind a kettő Blaston Shard volt. Úgyhogy... akkor elmentem a másik irányba. Most viszont megnézzük, hogy erre Mizu van. Nehogy meghalljál. Jézusom! Ezek sokan vannak. Egy még elvileg életben van. De hol? Hogy meghalt, az is könnyen lehet. Ah! Gyere ide, farkas goma! Hallod és erdesselt! Menj már anyádba! Na, erről van szó. Kösz a Blood Vial-t. És akkor elvileg... itt a Hunter cucc. Amit én most fel fogok venni. Jaj. Nem. Oh! És ettől meg staminánk van több. Arra nézzi. Ennyi. Endgame. Na, most viszont én itt láttam egy létrát, ezen felmászok, és tüsszenteni fogok. Egészségemre. És itt akarok szétnézni. Nem, már itt is egy farkas. Gyere már ide! Jött, bazd meg! Na. Úgyis Bloodba jöltad. Jó! Jó. Tehát, hol kéne itt leesni? Hát, nem itt. Várjál már, az item az... gerendám van. Jó. Úgy. Óvatosan ez tört szét.
Arra tippelnem kéne, ez is ilyen sima shard lesz. Nem. Zseblélek. De szétnézünk fönt. Van itt még egy-két dolog. De az eredetiben ugye ilyen puskás parasztok voltak. És lövöldöztek, ha jól emlékszem. Hát a... Készítő barátunk úgy gondolta, hogy ide farkast rak. És hallok még egyet. Ott is lesz egy item a sötétben, azt is felvesszük. Csak... Hát nem erről az oldalról. Ott a farkas! De jó lesz így megküzdeni veled. Hajj már meg! Jó, hát farkasokon fogunk Bloodwild-ot farmolni, az már biztos. Azok mindig fixen adnak legalább hármat, ahogy látom. Már mondjuk ez a PS4-esen is így volt. Bloodstone Shard. Érdekes, hogy a Bloodstone az nincsen kiírva teljesen, csak BLD. Ha nem tudnám, hogy mi az, hihetném azt, hogy kopasz. Jó, itt voltunk. Erre viszont még nem. Most már erre is. Na, jó. Most, hogy ezt bejártuk. Nézzük meg, hogy itt van-e valami ajtó. Arra nincs, erre sincs. Szerintem mehetünk lefelé. Egyszer. És kétszer. Csöppet kitörtem a bokámat, ez ne foglalkoztasson senkit. Meg itt egyébként, ahol a ruhát itt felvettem, itt sem farkas volt az eredetiben. Meg itt ez a létre, ez nem is volt. Tehát a gerendákon kellett lepotyogni. Némi életvesztéssel. Jó. Közben haladunk szépen. Jaj. De jó, hogy nem ezen a szinten vannak. Hát mégis leesni, itt is le kell. Figyelj már, te mióta ugrasz kettőt? Jó. Jó, úgy látom, hogy más nincs. De várjál már! Hát ide jöttem vissza. És rohadtul nem emlékszem, hogy én kulcsot vettem-e fel. Nem. Rohadtul nincs nálam kulcs. Hűk, bazeg. Na akkor most merre? Mert szerintem én bejártam az egész csatornát, amit lehetett, és nem találtam kulcsot. Fejezd már a vernyákolást! Na. Ezt csak azért tettem meg, mert jól esett. Fönt a zenedoboz van meg a shortcut. Mondjuk, tudom, hogy hol nem voltam még. Picsába. Aj, tudjátok, hogy hol nem voltam még? Ahol
Hogy hívják a csajt? Ilény? A Blade of Mercy-s csajt? Ott a patkányokhoz nem potyogtunk le. Jó, Hunter's Remium. Most az eredetiben van egy fegyver, egy ugyanilyen szétnyithatós, mint a Soul Claver. Azt hiszem. Meg pár kony. Na, oda még le kell, hogy ugorjak. Adjál némi erőt, meg vitalitást. Ennyi HP-m lesz tőle. Adjál még erőt, így. Várjál. Így. Köszi. Sőt, mondok még jobbat. Vannak nekem olyan tárgyaim, hogy ilyenek. Én ezeket szeretném elpattintani, hogy kell. Ruha. 1500. De jó, ezeket egyesével. Akkor megint tudunk szintet lépni. Hát legyen már egy kis damage. Így. És akkor maradékból meg veszünk. Blood Viart. Jó. Na. Szóval merre volt az arra? Híd. A híd az biztos. És... balra le. A lyukba, ahol leestem az előbb. A kutyák felé. A kutyák felé, akik kiszabadulnak a ketrecből. Arra kell most mennünk. Mert ott még volt egy-két olyan rész, amelyre nem jártam. Elvileg. Jó, megengedem, hogy így. Erre. Ja, most kiukadunk ott a két óriásra, de miért nem a másik lámpától jöttem? Na mindegy. Hú, ezek a töltőképernyők, ezek kiborítanak. Tudjátok, melyik játékban idegesítettek még a töltőképernyőt? És rohadtul nem is játszottam végig őket. A régi Resident Evil-ök. Hallod? Ezt fejezd már be. Rohadtul idegesítettek. Hogy ha bemész egy ajtón, töltőképernyő, és egy rohadt ajtónyitós animációt kellett végignézni minden egyes kicseszett alkalommal. Jó, persze vannak hozzá modok, ki lehet ezt kapcsolni. Hát de, na. Rohadtul zavartak engem. Nem tudom, hogy mi szükség volt rá. Jó, nyilván ugye a régi részekben kellett valami izé. Animációt, vagy valamit be
beraktak, hogy hát a nyár kas, hogy ne egy sima töltőképernyőt nézzél végig. És akkor kitalálták, hogy jó, akkor legyen ez. És arra vagyok kíváncsi, hogy az itemek, amiket én levágtam, azok lent vannak-e? Nehogy valamelyiken legyen a kulcs. De úgy látom, hogy az itemek, amiket levágtam, azok lenn is maradtak. Félő, hogy az egyiken van rajta a kulcs. De ahogy látom, ezek így... Oké. Na. Én itt lenéznék, jó? Csak hogy hova esek? Bokatörés, yes. Itt a shortcut. Hello. Csá. De ne targetold már ki mindenen keresztül. Jó. Tehát arra még nem akarok kimenni. Anyádat harangozol? Na hát, ide. Itt én még nem voltam lent. Oké, masterpiece. Blood Spear. Most nem mondod komolyan, hogy át kell mennem még a másik oldalra is. Istenem, bazd meg. Ez fegyver, ugye? Na, itt van a Blood Spear. Na, ezt mondtam. Nekem van egy kettes szókléverem. És mi van akkor, hogyha a csatorna kulcs, amit keresek, az pont az? Ezt kellene kideríteni nagyon gyorsan. Úgyhogy felmegyünk megint, leesünk megint, és felvesszük. Szét kell nézni alaposan. Na. Wo is das létre? Megvan. Na de várjál már egy fél pillanat, hát mi van akkor, hogyha itt az ajtó nincs itt? De itt van, jó van. Szaladjál már. Jó, és akkor most bepottyanunk a másik oldalon. Beugrok azokhoz a patkányokhoz vendégségbe. Meglátogatjuk őket. Na, hogyha én itt esek le. Itt. Jó, akkor ne nézzél le az anyádat. Hajj már meg! Jó, tudom, dobott töltény, nem vesszük fel. Tada! Itt van patkony. Jó. Mondd azt, hogy... Úristen! Ezek a patkányok már le voltak programozva, hogy támadjanak. Na nézzük. Twin Shard! Kösz! És miért nem kulcs? Amit keresek, már ki tudja mióta. Ja, az meg a töltény. Hé, hey, akkor hol lehet az a kulcs? Sose fogjuk megtalálni. Nem jutunk el Gascoigne-hoz. De egyébként meg ebből a szempontból tetszik, hogy így át van alakítva. A felfedezés élményét most újra visszaadja. Tehát ugyanaz a játék, de... Mégsem. És most nem feltétlenül a grafikára gondolok, hanem az útvonalra.
meg a tárgyak elhelyezésére. Ja, és akkor ahhoz kéne egy kulcs, ami nincs meg. Meg kéne valahogy talán, hogy most nézzek róla videót, hogy dehogy nézzek róla videót. Megtaláljuk. Wow. Adjál életet. Kösz. Kus. Nem tudom, hogy hol lehet. Most már viszont ötletem nincs. Eljutottam a játéknak arra pontjára, hogy én úgy gondolom, hogy bejártam az egészet. Tehát elvileg felvettem minden tárgyat. De jó, hogy ez meg ide hozott vissza amúgy. Itt fogok majd bolyongani, mert még nem ismerem ki magam annyira az új térképen. Kus! Hogy nem lehet lefelé nézni a létrán. Jó. Hát visszajöttünk akkor ide. Tudjátok, mit röhögnék? Hogyha a Gascoignehoz vezető lift már nyitva lenne. Azt úgy megnevetném. Na itt a csatorna. Még egyszer azért így szétnézünk, hát ha. Hogy volt olyan terület a csatornának valamelyik mellékágában, ahol esetleg nem voltam. Hát ez gyönyörű volt. Ezt ismételjük már meg. Itt azt hiszem lesz valahol egy mérgezős. Ó, tudom, hogy hol nem voltam még. Itt. Andy dude, kösz. És ehhez is a kulcs kell. Na, várj egy fél pillanat. Andy dude. Na, erre nem voltam még. Ez nem az, amit keresünk. Ez az ajtó. Ez nem is ajtó, csak egy torlasz. Jó. Egy mód van rá, ne nagyon halljunk már meg. Figyelj, mert itt van egy lámpa. Még Andy dude. Inkább azt mondd meg, hogy hol van az a kurva kulcs. Ne halljunk meg. Megvan variálva nagyon. Nyugodjál le.
Kérdés, ez a víz mennyire mély? Feltételezem, nagyon. Ég álljon. Ez töltény. De amúgy... Én is hülye vagyok ám, mert... Nem nagyon lövöldözök, akkor miért ne lehetne nálam egy fákja, hogy esetleg picit többet lássak? Kösz. Ezt egy pont kérni akartam. Csitú van, kutyák. Jó, de most már legalább érzem azt, hogy haladok valamerre. Azt még nem tudom pontosan, hogy merre, de határozottan azt érzem, hogy haladunk. Na, szóval, mint mondtam, határozottan úgy érzem, hogy haladunk valamerre a játékban. Jó, arra ne menjünk le. Nem akarsz lejönni? Ne azt, Istenem, nem a... Élet volt kiválaszt. Az utolsó andidódomot elbasztam. Hát remélem nem lesz rá szükségem. Tudom, hogy ze... Ki kell választani a gyors menüben, bazd meg a csatornak kulcsot, mert egyébként nem lehet kinyitni az ajtót. Nem elég, hogy ott van a zsebedben. Jó, mondjuk én is, hogyha melóból hazajövök reggel, nem úgy nyitom ki az ajtót, hogy zsebemben van a kulcs. Fuss! Na. Most jön a játéknak az a pontja, már pontja, tehát nem pontja, mint a hal, hogy meg kell keresni a zárt ajtót. Mert most elkalandoztunk annyira, hogy nem vagyok benne biztos, hogy visszatalálunk oda, ahol az zárt ajtó volt. Mondtam, nem ide akartam jönni. Most rohangálunk össze-vissza. Na. Szépen lejött a target róla. Jó, akkor te életben maradhatsz. Ezek mindig a másik oldalról van bezárva. Hello, Mr. Mérgezős patkány. Ja, én erre akartam jönni eredetileg. Előbb vagy utóbb megtalálom a helyes irányt. A kulcsot is megtaláltam. Na, megvan. Csak az a baj, hogy arra mérgezős területre nem mertem bemenni, mert nem tudtam, hogy mennyire lesz hosszú már az út, és hogy mennyire fog nekem fájni. Ugrasz? Nem. Na. Tada! Már gyorsabban. Na,
Gyere, malacka! Ott már látom a madarakat. Itt is van egy ajtó. És nyitva van. Ez hova vezet? Twin Shard. És ez hova vezet? Patkányhoz. Hol vagyok? Találd már el. Oké. Jó, tehát ott is már látom a varjákat, világít a szemük a sötétben. Ez ugyanoda visz. Ez konkrétan ugyanoda visz. Mert én ahol kijöttem, az itt volt. Na, itt van egy létra. Ez fog minket felvinni a lifthez. Aztán... ott szemben a sötétben elvileg egy malac van. Kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy hogy fog kinézni. De most nekem a lift kell. Lift! Bezzeg, ehhez a tetűlassú lifthez nem tudott töltőképernyőt rakni a srác, de tudott. Azt hittem meg kell várni, míg holnap után felérünk. Na, ez jó. Hallod, fejezd már abba. Jó. Tehát akkor elvileg megvan Gascoignehoz a rövidítés. Úgyhogy én most keresek egy lampát. Várjál. Az erre van. Miért nem ölsz meg? Paraszt. Ha majdnem megölt a fákjával, az akkor lett volna fuck. Ja. Szörnyű volt, ezt ne csináljam többet. Fegyvert fejlesztünk, megnézzük, hogy mennyi Twin Shard kell a következő szinthez, és felrántjuk. Mindjárt jövök, Dol, nyugodjál meg felé. Upgrade! Soul Cleaver? Igen. Most a plusz 3-as. Mennyi kell hozzá? 3 darab, egy sincs. Jó, de legalább a fejlesztés megtörtént. Meg ez bazd meg, hogy visszajössz a Hunter's Dreambe és nem tölti vissza a HP-dat. Főhábahító. Well, what? Verblet let me nash. És hallod, még a szintlépés sem töltötte vissza. Farewell, good mate. Direkt raktam azért HP-ra, hogy hát ha. Figyelj már. Ez Annie Dude. Már hirtelen azt hittem, hogy az a másik bogyó.
Central járnámba megyünk el, igen, és... Amerről jöttem. Elmegyünk lifttel, megnézzük a pusit, és utána megyünk papihoz. Na. Viszont Gascoignehoz mindenféleképpen a fákját le kell, hogy cseréljem a pisztolyra. Mert őt lehet, hogy parizni kellene. Legalábbis párszor lehetne, meg ne felejtsem el a zenedobozt is betenni, mert azt is jó lenne elnyomni. Főleg a második fázisban, amikor egy igazi vadállat. Hallod? Meghaltál, vagy még hadonászol egy kicsit? Na! Bocsánat. Sziszegett. Kígyó van a szobámban amúgy. Azt sziszegett ennyire. Lajsz. Baszd meg! Hát hello, mennyi golyója van ennek? Nekem van kettő, oké, de... Ez most mi a fasz? A játék van olyan geci, és belekényszerít, hogy lent menjek. PS4-en egy golyó jött. Simán ki lehetett kerülni, meg ott a hídon kinyírt mindenkit. De ez most van olyan geci, és belekényszerít ebbe a malac harcba. És egyébként meg lehet, hogy fogadni is mernék rá pénzben, hogy itt most nem malac lesz. De malac. Segg! Legalább ezt meghagyta. Várjál, még él? Azt így valami item, nem? Legalább ez megmaradt ugyanolyan perverznek, hogy felnyúlsz válig a segjükába. Azt amikor először láttam annó, amikor játszottam a játékot, hát én sírva röhögtem. Szerintem lefordulok a székről. Na. Szóval. Hát onnan jönnek a golyók. Itt is halad, mély farkas van. Ők inkább farkas legyen, mint az a másik két bunkó. Basement key. Ez is bazd meg, hova kell? Na mindegy. Remélem a zene az megmaradt ugyanaz. Imádom Gascoignenak a zenéjét. Beasts all over the shop. You'll be one of them. Sooner or later.
Üdös a szája itt is. Na nézzük, mennyire változott meg a aréna. Ha, ugyanaz lesz a zene. Na gyere papi, a zenedobozt nem raktam be. Jézusom. Hát inkább ne perizzem. Hallod, test közelből hogy lőttél mellé? Ide gyere! Ne lövődözzék, gyere ide! Csak nem hagyja abba! Ide gyere már! Most fog átváltozni, mi? Áú, nem greedizzük el, de megvan Gascoigne is. Lost Hunter Badge, meg Hunter Axe. Ez a Hunter Axe, ez véletlenül nem kezdő fegyver a Bloodborne-ban. Csak úgy... Echteklődöm. Tehát van így a Hunter Axe, így lehet vele, nyissz! Jó lassú egyébként. És mi van akkor, hogyha én így rányomok erre a transform? Orra nézi. Nyissz! Nyassz! Nyissz! Figyeld! Imádom azt a move-ot. Na, elvileg itt van egy lámpa. Hunter's Dream. Yes. És hát nem tudom, hogy van-e tovább, mert így... A játék nem írta ki, hogy kösz szépen, hogy játszottál a játékkal. És amúgy hol a doll? Á, megvan. Ja, ez nem az. Hol vagy, doll? Eddig itt elcsorogtál. Menjünk be egyből a Final Bosshoz, olyat lehet? Nem, na mindegy. Na, srácok. Az a baj, hogy nincs itt a doll, mert akkor itt nincsen mentés most. Én meg most be nem megyek oda. Még annyit megcsinálok, hogy ide visszajövök, megnézem, hogy egyébként ott az ajtó kinyílik-e. Meg találtam egy basement kulcsot. Az vajon hova kellhet? Itt volt a boss aréna. Ott van a zenedobozos csajszínak a halott anyja.
Szerintem, ha oda megyek az ajtóhoz, akkor fogja kiírni, hogy kösz, hogy játszottál a kipróbálható Bloodborne PS1 verzióval. De egyelőre ennyi. Mert én egyébként úgy tudom, hogy ennyi a játék, tehát így Gascoigne-ig benne van, az jó napot. Le van zárva. És kapunk egy videót is. Na nézzük. Ennyi. Engedjé be! Itt a doll. Welcome, Hobbiti. Very would not let me now. Kösz a szintlépést, elmentjük a játékot, és akkor elköszönök tőletek. Nem tudom, hogy van-e content még ebben a kipróbálható Bloodborne PSX-ben. Ha van, akkor van, ha nincs, akkor farewell, nincs. Én egyelőre nem szándékszom vele tovább foglalkozni, mert én úgy tudom, hogy ennyi van a játékban. Még igazából meg lehetne keresni, hogy a basement key az hova kell. Én arra már nem akarok időt szakítani videóban. Max videón kívül megkeresem, hogy hova kell, megnézem, hogy mi van ott, de annyi. Mert ami cikkeket olvastam erről a Bloodborne verzióról, mindegyik azt írta, hogy két boss van benne, ugye a Cleric meg a Gascoigne. Most én mind a kettőt levertem már. Szerintem elég alaposan bejártuk a területeket. Fel lehet ismerni egyébként. Ahhoz képest, hogy át van alakítva elég szépen minden, azért nagyjából fel lehet ismerni, hogy mi hol van. Bár ahol a csatorna kulcs volt, az a mérgezős terület, az szerintem teljesen új. Sőt, biztos, hogy új, mert semmilyenre nem emlékszem a Bloodborne-ból. Úgyhogy azért van, ami bele lett rakva, mint új elem, vagy új terület. De elég faszán össze lett rakva. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy idővel ez a projekt el fog készülni, és a teljes Bloodborne végigjátszható lesz ebben a formában, mert ha igen, akkor végig fogjuk tolni. De nem tudom, hogy ez a verziója, ez mennyi idő volt, míg elkészült. Azt se tudom, hogy hány ember csinálja, szerintem egy, vagy legalábbis nagyon kevés. És van egy olyan érzésem, hogy a FromSoft nem fogja őket pénzelni. Tehát ez nem egy Black Mesa, hogy a Valve felkarolta a játéknak a készítőit, és elkezdték tömni a zsebüket, hogy jó van, akkor nyomjátok ki a Half-Life remake-et. Úgyhogy ez szerintem nem olyan lesz. Na, srácok, hát akkor én minden esetre köszöntöm szépen mára a figyelmet. Sziasztok!